Szeretettel köszöntök mindenkit a második anyáltapi világültetésen. Nagyon örülök, hogy ismét ennyien vagyunk, és biztos, hogy leszünk még többen is. A Molnári Virág Erikát, a vezetővédőnőt szeretném majd felkérni, hogy nyissa meg az anyáltapi világültetést, illetve Szakállas Lajost, plébániás szervező diakónust, a katolikus plébániáról, hogy áldja meg az eseményünket. És nagyon örülök annak, hogy idén is majd nagyon sok szívecskés jelölővel elültetett virág jelzi majd, hogy honoron édesanyának lenni és családban élni jó. Köszönöm, átadom a szót Erikának. Én is szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit, anyukákat, apukákat, nagyszülőket és természetesen a gyerekeket. Amikor pár hónappal ezelőtt Anni felhívott, hogy vállaljam a fővédőségét ennek a rendezvénynek, nagyon szívesen mondtam igen, hiszen a szakmámból adódóan is gyerekekkel foglalkozom, családokkal foglalkozom, és ez a rendezvény arra is jó, hogy összehozza a családokat, valamint arra is, hogy felhívja a figyelmet, hogy egyre kevesebb a zöld terület a bolygónkon. Ha csak ezzel is tudunk segíteni, hogy minden gyerek egy-egy virágot ültet itt ezen a rendezvényen, szeretessük meg velük, hogy ők is szívesen segítsenek abban, hogy az élhető bolygón maradjunk. Kedves jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit itt egyházközségünk nevében. Elsősorban a drága anyákat és nagymamákat, dédnagymamákat köszönteném. Valamennyien tudjuk, hogy Isten szeretetre teremtette az embert, és ennek a szeretetnek a kiteljesedése a családi életben valósul meg. A családi életben az apák a családi élet támaszai, az édesanyák pedig a szeretet valódi megtestesülései. Ők azok, akik mások boldogulására vállalják az áldozatos szeretetet. Tudjuk, mennyi fáradtság, mennyi virasztás, mennyi lemondás, akárcsak egy gyermek felnevelése, és ennek a döntő része általában az édesanyákra hárul. Ám még ezen a szép napon sem feledkezhetünk meg arról, hogy azért a körülöttünk élő világban nem teljesen ez a helyzet. Tönkrement házasságokról, szétesett családokról tudunk, annak ellenére, hogy mindenki a szíve mélyén vágyik a szeretetre, és szinte sóvárok a békés, boldog családi életre. Pedig egy asszonynak úgy kellene a férjére néznie, mint a világ legnagyszerűbb emberére, mert akkor ez az ember a világ legnagyszerűbb férje lesz. És tudjon ez a férj is úgy nézni az ő feleségére, mint a világ legcsodálatosabb asszonyára, mert akkor az asszony kivirágzik, szárnyai nőnek, és lehozza a csillagokat az égről is a családjáért. Tudjátok, valamennyiünknek úgy kellene élnünk itt a Földön, mintha ez a nap lenne életünk utolsó napja. Akkor nem lenne beteg ez a világ, akkor nem lennénk tele problémával. Szerettem volna arról is beszélni nektek, hogy mekkora felelősség a gyermeknevelés, és hogy néha-néha a túlzott aggodalom, a kórosan eltúlzott szeretet mennyire félre tudja vinni a nevelést. Látjuk azt, hogy hány és hány gyerek nő fel szülő nélkül, apa, anya nélkül. Sokszor eszünkbe jut az is, hogy mi is élhetnénk szebben, mi is élhetnénk szebb családi életet. Lehetnénk olyan emberek, akikre építhet ez a világ. Hát remélem, hogy ez az összejövetel is erősíti
annak a tudatát, hogy az anyák pótolhatatlanok ezen a földön. De az anyák önmagukban, apák nélkül bizony nem teljes értékűek, csak együtt. Hiszen amikor összeházasodtatok, akkor ketten egy test lettetek. Remélem mindenki jól fogja érezni magát ezen a mai szép rendezvényen. A helyükre kerülnek a világok, és hirdetik itt nekünk egész évben azt, ami ennek a napnak a célja volt, ami ennek a napnak a vágya volt. Most pedig fogadjuk az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Amen.